céges Stámen Kutatásfejlesztés ZRT szervezésében tartotta kézifegyver bemutatót Táborfalván, a Magyar Honvédség Modernizációs Intézet Kutatásfejlesztési Igazgatóság lőkísérleti vizsgálóosztály bázisán. A rendezvényen részt vett Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, és Rosszinszendi Romulus altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka is. A vendégek megtekintették azokat a lőfegyvereket, melyekkel a tervek szerint a Magyar Honvédség katonáit szerelhetik majd fel. Így a kiállított fegyverek között szerepelt a G9 HSP maroklőfegyver, a G9 SMG géppisztoly, a G224 AR gépkarabély, a G224 LMG golyószóró és a G308 BR automata puska bemutató példánya is. Bozó Gábor, a részvénytársaság vezérigazgatója elmondta, három prototípus már elkészült a szabadalmi oltalmi bejegyzéssel védett G9 HSP maroklőfegyverből. Ennek különlegessége, hogy gyors és könnyű átszereléssel, néhány alkatrész cseréjével választhat a felhasználó a kakasos vagy az ütőszeges elsütés között. Mint elhangzott, az egyik G9 HSP-ből a tartósági vizsgálatok során eddig közel 5000 lövést adtak le. A későbbiekben a nullszéria gyártását követően a fegyverek legelső, még rendszeresítés előtti sorozatát csapatpróbára küldik, ahol többek között a Vitéz Bertalan Árpád különleges rendeltetésű dandár katonái is használják majd őket. A maroklőfegyverek után a géppisztoly és a golyószóró fejlesztése történt meg. Ez utóbbi fegyverből az eddigi visszajelzések felhasználásával a bemutatóra már egy új, továbbfejlesztett változatot hoztak el. Mint elhangzott, ennek fejlesztése kiemelten fontos, hiszen a Magyar Honvédség a különleges rendeltetésű dandár M249-esein kívül nem rendelkezik ilyen kategóriájú támogató fegyverrel. A tervezési folyamat első pillanatától kezdve nagy hangsúlyt kapott a moduláris felépítés. Ennek köszönhetően a fegyvercsaládnak számos olyan alkotó eleme van, ami egymás között cserélhető, egymással kompatibilis. Ennek elsősorban a gyártás technológiában van komoly szerepe, s egyben költséghatékonyabbá is teszi a fegyverek előállítását. A kiállított fegyvereket és azok működési elveit, az alkalmazott műszaki megoldásokat Tikász Gyula nyugállományú mérnök alezredes mesterlövész világbajnok mutatta be. A meghívott vendégek a fejlesztési programot ismertető előadást és a fegyverbemutatót követően egy közelű lőtéren kipróbálhatták a G9 HSP maroklőfegyvert, illetve egyes lövések leadásával a G9 SMG géppisztolyt és a G224 LMG golyószórót is.